Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és rögtön a videó elején hadd írjak le nektek egy képet. Ott vagy a Battlefield Bad Company 2 oázis pályáján, és egy sniper vagy, támadtok rason, valahol a pálya közepén, a város előtt még. Sniperrel nézed, hogy hogyan tudnád fedezni a társaidat, és látszott, hogy a társét szépen lassan kerülve, mennek be, miközben a tankok melletted elindulnak az épületek fel, az épületeket kezdik el lőni, ahol a bombahely található, te pedig a sniperrel igyeksz fedezni a társaidat. A játék tempója lassú, uh, megfontolt kell, hogy legyél, ide-oda kell mozogd, mert ugyanakkor téged is ugye a többi sniperesek kinézhetnek, ezért mindenki után helyet kell változtass. Hadd írjak le egy másik szituációt. Uh, Battlefield 4-ben vagy, és foglalják a C-zászlót a Siege of Shanghai on és mit csinálsz? Barátaiddal megbeszéltek, hogy mielőtt elfoglalnák az épületet, leromboljátok az épületet, hogy megakadályozzátok a foglalást. Ez. Ez, ez, a két kép bennem nagyon-nagyon megmaradt a Battlefield Bad Company 2-ből, illetve a Battlefield 4-ből is a levonúson által okozott változások a pályán, amit hozott. Akár mondhattam volna ugyanezt jelentett a a Siege of Shanghai-on is, amikor egy tankba ültem, és egy másik tank ellen harcoltam, vesztésre álltam, és a csapattársam pont akkor lépett be az RPG-vel, és lőtte bele az utolsó lövést, és a jutalomérzés, ami jött a csapatjáték mögött, az fantasztikus volt. Nyugodtan írha, írjátok le a legkellemesebb emléketeket a, a Battlefield játékokkal kapcsolatban. Szeretném elolvasni őket. És itt tenném fel a kérdést, mihez fog kezdeni a Battlefield? Mert mindenki arról beszél, minden ő videós arról beszél, hogy a Call of Duty feltámadni látszik, és sokan vannak a 20V20 hype körül, hogy ez milyen fantasztikus lesz, és ez a 20V20, hogy lesznek benne vezethető járművek, mint tankok, light tankok, heavy tank is lesz, majd quad bike-ok -ok vannak, minden van benne. Ha csak belegondolunk a Black Ops 3-ba, a, ugye a Battle az, az egy kísérleti terület lehetett erre, és biztos vagyok benne, hogy a Call of Duty a 20v20-nál egy kicsit tovább tekint, mivel hogy ugye a 100 játékos szerverekről is esik szó. Nem tudni, hogy multiban vagy Battle Royale-ban egyáltalán elsőre úgy néz ki, hogy egy ilyen Battle Royale-ban és a Call of Duty Battle Royale-ban nem volt szar. Uh, hogyha arról beszélünk. Na de, 20v20 módot mindenki nagyon-nagyon várja, <coughs> próbálják isteníteni, hype és őszinte leszek veletek, én is várom a 20v20 módot a Call of Duty-ban. És hogyha ez a 20v20 mód kodban nyélbe üti, jól lesz kivitelezve, akkor ez egy halálos döfés lesz a mai battlefield -nek mert amit mondtam is egyik előző videóban, ugye, amit a Battlefield folyton elérni akart, hogy kompetitív maradjon a Call of Duty-val, az az, az az, volt, hogy, hogy egy kicsit kodosodjon, hogy pörgősebb legyen, gyalogságra helyeződjön jobban a játék, hogy azt érez, mint hogy a Call of duty zel Valahogy mindig el akarták ezt érni. És mostanra a Battlefield 5-re, Battlefield 1-nél, Battlefield ötre. Ezt, ezt, úgy gondolom, hogy teljesen sikerült elérni. És azok a memóriák, és amiket leírtam nektek a videó elején, azok mostanra én számomra nem léteznek már a battlefield -be. Én nem tapasztaltam ilyen helyzetet, nem voltam rég ilyen helyzetben egy Battlefield játékba, és ez nagyon hiányzik. Na most, a különbség a Call of Duty 20v20 és egy Battlefield játék között, tegyük fel, hogy egymás mellé rakjuk. Én már azért jártam 20v20 Call of Duty térképeken, annó COD 4-ben voltak tört szerverek, és az emberek azért oda be jó pár embert. A World, Warban war voltak 60 player szerverek és egyet el tudok mondani tapasztalatból a Call of Duty-ból, tehát a COD 4 az egy lassúbb Call of Duty volt az a mostaniakhoz képest. Nagyjából egy ilyen COD 4-esnek látom ezt a Call of Duty-t is. Ettől függetlenül egy 20v20-as térkép, vagy egy 20v20-as játékon egy akkora térképet kell biztosítani, ami valamivel nagyobb, mint a COD 4-ben az Overground térkép, ahhoz, hogy ne érezd azt, hogy túl zsúfolt a pálya. Jártam overgroundon és 40 player, és túl zsúfoltnak érzékeltem a pályát. Szóval nagyon nyelbe kell üsse a Call of a 20V20-at, hogy ne érződjön túl zsúfoltnak, és az embernek legyen ideje taktikázni és kigondolni. Tekintve az, hogy uh, ugye a multiplayer, amit láttunk, öt térkép volt, tehát abból feltételezhető, hogy a pálya elég nagy ahhoz, hogy a 20 20 at ne érezd túl és megengedj magadnak egy taktikus játékot. Mert itt jön a különbség, a Battlefield, a régi Battlefield és a, a, a Call of Duty több játékos módja, tehát a 20 20 módja ellen, a Call of Duty akár, még ez a mostan is akármilyen taktikusnak látszik, akkor is egy Call of Duty arra próbál ösztökélni és fókuszálni, hogy egy gyorsabb gameplay menetet érjél el. Amivel megfűszerezték a mostani Call of duty az az, hogy a fegyverek működéséhez most már némi, eh, hogy is mondjam, skill szükségeltetik, illetve mehol meg kell gondolt, hogy melyik pályára, hogyan állítod össze a fegyveredet, és milyen perkeket adsz és ez kellett a Call of Duty-nak. Viszont a 20v20 elleni játék a Call of duty az sokszor, és előfordulhat, hogy itt is majd, úgy fogja az ember érzékelni, hogy túl gyors, illetve, hogy nem elég taktikus pont emiatt. Ez az, amiben a Battlefield kiválóan teljesített taktikus, csapatcentrikus játékot tudott hozni. De a Battlefield az elmúlt két, Pontosabban négy évben elszakadt ettől a formulától. Ez a formula már nincs jelen a battlefield -ben. Mi kell ahhoz, mi szükséges ahhoz, hogy most a Battlefield, a következő Battlefield megverje a kodot? Mert ott tartunk jelen pillanatban, hogy a Frostbite Engine csak 64 playert tud eh, egyszerre eh, elfogadni, viszont a kodosok 100 néznek. A Call of Duty úgy néz ki, veri megint a Battlefield-et. A Battlefield, bocsánat, igen, tehát a Call of Duty képes megint valami újat behozni, képes ellopni azt a, azt a játékos bázist, amit a Battlefield éveken keresztül épített fel, és, és, ugye most a Battlefield 5-tel igazán cserben hagyott. Nagyon sokan figyelnek most a Call of duty ra és a következő Battlefield 5 játék, bocsánat, a következő Battlefield játéknak akármikor is jön ki, nagyon-nagyon meg kell gondolnia, hogy visszamenjen ahhoz, amit a legjobban tud. A taktikus, megfontolt és csapatcentrikus, csapatorientált játékoz, vagy ha nem, akkor nagyon merészet kell újítaniuk. Tehát próbálkozhatnak, ők is száz fővel, próbálkozhatnak bolygó méretű háborúval, ami, ami, több napig tart, próbálkozhatnak esetleg valami tényleg ilyen nagyon modern szetebb valamit ki kell találniuk, egy olyas valamit, amitől a Battlefield Battlefield volt, és számomra a Battlefield VS kodban a Battlefield jobb volt taktikában, lassúságban, csapatcentrikusságban. Uh, hiába volt, mert alapvetően a Battlefield játék módja nem változott semmit éveken át, ugyanazt a Conquest-et ugyanúgy lőjünk, lőjük le az embereket, semmit nem változtatott a formula. De amikor leszakadtam kodról és átmentem Battlefieldre, akkor arra vártam, hogy egy kicsit lelassultabb játék, kicsit több taktika, Kicsit többet a csapattal, haverokkal, együttműködés, és ez meg volt a Battlefieldben. A Battlefield 1 és Battlefield 5-ben már ez nincs meg. Lehetsz Rambó, végig Rambózhatod a pályát, kb. úgy, mint a Call of Duty-ban, és ez az, ami elüldözte a kor a, a battlefield játékosokat, és szerintem ezek a kor battlefield játékosok, ezek most a kódra figyelnek, én is arra figyelek. Srácok, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy látjátok ezt, amit itt mondok. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig! Sziasztal!